Két Bács-Kiskun megyei gazdaság állatainál is madárinfluenzára utaló tüneteket észleltek hétfőn. A császártöltési több mint 38 ezer pecsenyekacsa törzsállatot számláló állományban a tojástermelés drasztikusan visszaesett. Emellett a takarmány és a vízfogyasztás is lecsökkent. Az állatok bágyattá váltak és megemelkedett az elhullás. Utóbbi tüneteket tapasztalták a 620 egyedből álló hízólúd állományban is, egy jászszentlászlói telepen. A Nébik laboratóriuma mindkét esetben a madárinfluenza vírus H5N1 típusának jelenlétét mutatta ki. Az állategészségügyi szakemberek a jászszentlászlói állomány felszámolását már gyanú alapján megtették, a császártöltési állományé pedig folyamatban van. Ezen a lakitelek közepén található telepen egyelőre nem ütötte fel fejét a vírus. Itt svájci exportra nevelik a kacsákat, évente 150 ezret. Hál' Istennek ezen a telepen madárinfluenza még soha nem volt. Ez nem jelenti azt, hogy nem lehet, és azt, hogy idáig nem volt, ezt csak a szerencsének köszönhetem, mert szerintem igazából semmi másnak, ha bár megtettünk mindig mindent annak érdekében, hogy ne is tudjon bejönni. Tehát amikor madárinfluenza fertőzés volt, akkor abszolút megnöveltük alapvetően a fertőtlenítéseket, a belépéseket kategórikusan leállítottuk a telepre, és így korábbi időszakban meg tudtuk úszni. Ez, ami most jelentkezett madárinfluenza, hát ezt már jövő tavasszal meg tudom mondani, hogy ezt megúsztuk vagy nem. Én bízok benne, hogy igen. Mi minden esetben meg fogunk mindent tenni annak érdekébe, hogy ne jöjjön be a telepre. Az egy katasztrófa, egy anyagilag katasztrófa egy telepnek, de az, hogy egyáltalán van madárinfluenza, az egész ágazatnak katasztrófa. Tehát, és ez vonatkozik a teljes baromfi ágazatra, nem csak a kacsára, libára, hanem a pulykára és a csirkére is vonatkozik, hiszen a szállítási korlátozások és minden az a kapcsolatos dolog, az ott is jelentkezik, ugyan esetleges exportkorlátozások, ez ott is jelentkezik ki minden esetben. A teljes ágazatot érintő madárinfluenza a novemberi-decemberi időszakot, vagyis a szárnyasok főszezonját veszélyeztetheti. Most ez gyakorlatilag borulni fog. A vágóüzemek nem tudnak abba az ütembe vágni, fertőzött területről ugye nem lehet beszállítani, kiszállítják. A beszállítások nagyon nyűgösen tamponozás, tehát előzetes vizsgálatok, után engedélyek, tehát az, hogyha én be akarok vinni egy vágóüzembe állatot, azt előtte meg kell vizsgáltatni, engedélyt kell kérni a szállításra, ezt megkapjuk, és ez már mindjárt lassítja és nehezíti, lényegesen megnehezíti ezt az egész történetet. Alapból 60%-ot kapnak meg, és ha különböző feltételeket, tehát alapvetően telephigiéniai feltételeket és állattartási feltételeket teljesítenek a gazdák, akkor még közel 100%-ig föl lehet menni, de a 90% érhető el normálisan. De ez viszont csak most ősszel indult, tehát ez a rendszer, tehát én is készülök arra, hogy én ezt végig fogom csinálni, tehát ezt a telepvizsgálatot, mert ezt a Baromfi Termék Tanács vezeti ugye az állategészségügyel karöltve, ez a telepminősítéseket, csak még egyszerűen még nem jutottunk el odáig, hogy megcsináljuk. Tehát ha ebből a pillanatban itt a telepemen probléma történne, akkor sajnos 60%-os kártalanítást kapnák, ami hát szűken bőven arra elég, hogy tönkre lehet benne menni. A járványvédelmi intézkedések betartása tehát kiemelten fontos. Az általánosan érvényes előírásokon túl a Nébi kockázatértékelése alapján magas kockázatúnak azonosított Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben a kötelezően zártan tartást rendelte el dr. Bognár Lajos országos főállatorvos. Várhatóan április-május körül lélegezhetnek majd fel a baromfi tartók.